Nos, üdvözlök mindenkit, az én nevem Etnevel, és ez az megint Etnevel nem bír a faszával, megint kell neki a szart keverni, és megint a hülyeségről kell beszélnie, azaz a Steam Grand Prix-ról. Ugyanis, ugye mondtam az előző WhatsApp-ban is, hogy lesz róla szó, ha vége lesz, és meglepő módon vége lett az event előtt, event hivatalos befejezésének dátuma előtt két nappal. Szerintem a Steam rájött, hogy ezt inkább jobb most abba hagyni, minél hamarabb, és nem avatkoztak be többször. Ebben a videóban szeretnék beszélni pár érdekességről a Grand Prix-ról kapcsolatban. A Steam blogom még volt egy post június 30-án, amiről nem beszéltem, de igazából felesleges. A végső kiírásról is beszélek egy picikét, és arról fogok még beszélni, hogy hogyan láttam ezt a versenyt. Nos, először is gyorsan akkor szerezzük le, hogy a június 30-i posztról nem beszéltem, amit kiírt a Steam a blogjára. Igazából itt beszéltek a csapatváltás lehetőségéről, és lekorlátozták a kitűző szintjét 2000-re. Hát ezt nem tudom, hogy miért akkor jutott nekik eszükbe, tök mindegy. Igen, amúgy az előző videóról, előző ilyen témai videóban beszéltem erről, viszont nem beszéltem a blogról. Úgyhogy ja, és igazából most szeretnék beszélni a befejezésről, mert számomra elég érdekes, hogy befejezték, mivel jó, oké, a Korgi nyert, tehát ez vitathatatlan tény, mert az utolsó, a további napokban, hogyha Korgi nem is szerzett volna pontot, még akkor is elsők lettek volna, vagy lettünk volna, mert én is Korgis vagyok. És mégis befejezték a versenyt úgy, hogy a második, harmadik helyen a teknősök és a nyulak akár tudtak volna még meccselni, de hát nem tudom. A kakadúk meg a malacok azok a habokba voltak, de ők is tudtak volna meccselni, mert 6-6 pontjuk volt. Habár mondjuk sok értelme nincsen, de lett volna rá opció. És szerintem megkockáztattam volna, hogy akár még a nyulaknak is lett volna egy minimális esélyük visszahozni az egészet, de nem, a Steam az egyszer befejezte. Arra tudok gondolni, hogy a sok negatív kritika és sok balfasságuk miatt inkább úgy annak azt látták legjobbnak, hogy befejezik hamar, és abba hagyják a verseny manipulálását is. Igen, igen, jól hallottátok, erről mindjárt beszélek bővebben. Na de amiről igazából akartam beszélni, hogy amit most láttok, ez a befejező képernyő. Gratulálunk a versenyzőknek, itt leírja valamiért angolul. Jó, amúgy angolra van nekem állítva a Steam-em, tehát én azt nem értem, hogy nekem miért magyar. Tehát félig magyar, félig angolul itt van, mindegy. Tehát, hogy angolul leírja, hogy kik nyertek, a Korgi lett az első, második, a teknősök, harmadikak meg a nyulak. Kitűző is megváltozott ilyenekre, amik tök jól néznek ki amúgy. És itt is van a szöveg, hogy köszönjük mindenkinek, aki részt vett a nagy díjon. Tudjuk, hogy a versenypályát váratlan kanyarok tarkították, amiket megpróbáltunk kiegyenesíteni, amikor tudtuk, és reméljük, hogy jobb lesz a nyomvonal, amikor legközelebb versenyre invitálunk titeket. Így van, hát igazából, ja, elismerik még egyszer, hogy azért nem ment olyan simán a dolog, mint ahogy ők gondolták. Ami érdekes, az ez itt középen, plusz ajándékként a résztvevőknek véletlenszerűen kiválasztottunk 5000 felhasználót, akik bármely csapatban hozzájálltak a versenyhez a nagy díj során, hogy megkapják kívánságviselők legfelső tételét. A véletlenszerűen kiválasztott felhasználók a Steam nagy díj végét követő 48 órán belül fogják megkapni ajándékukat. Tehát további 5000 embernek adnak ingyen játékot, ami, ha belegondolunk, elég korrekt, de én eléggé szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, mivel több 10 millió felhasználó van Steamen, azt hiszem valami 10-9 millió aktív felhasználó van, ha nem is mindegyik volt benne ebbe az eventbe, de ez igazából, ez az 5000 ajándék a 10 millióhoz képest, az elég elenyésző, de legalább a szándék megvan, oké, nem ennyi, csak én ezt így hozzátettem. És még nyitva marad a Box utca, ahol ki tudjuk váltani különböző ajándékokat. Azt nem tudom, mert eléggé hamar kezdtem el rögzíteni, de gondolom, hogy így, szerintem ezt így megtartják, hogy ugye este 7-kor ugye volt mindig vége a versenyeknek, és akkor kapott mindenki plusz 100 zseton limitet, tehát tölthetsz még pluszba 100 zsetont, és hogy vajon most is megmarad-e, mivel már nincs több verseny? Ez a kérdés felmerül, de szerintem megmarad, mert
ez így logikus lenne, és most 100 zsetonba nem döglenek bele szerintem. És akkor még külön köszönetet is nyilvánítottak, akik igazából megrajzolták ezt az eventet, amit még egyszer mondok, szerintem tényleg baromi jó és szép munkát végeztek. És igazából ennyi az egész, ezzel így véget ért, meg is mutatom a profilomon a korgis kitűzőt, mert szerintem tényleg jól néz ki, ennyi, szerintem baromi jó, nekem tetszik legalábbis. Na szóval igazából ezzel így véget ért is a verseny, de a probléma az, hogy az elmúlt napok során, amikor nem készítettem erről videót, és nem beszéltem erről az egészről, történt pár érdekesség, amit azért meg szeretnék megmutatni, és ezzel is szeretném minősíteni ezt az egész eventet, mivel én úgy gondolom, hogy ez az event egyáltalán nem volt szabályos, sehogyan se, de akkor nézzük is meg az érdekességeket. Tehát később, nem tudom mikor hozták be, ötletem sincs, nem emlékszem, valamikor július 4-e környékén bevezettek egy olyan rendszert, amit hamarabb is be is hozhattak volna. Itt van ez a részletek megtekintése. Na már most, nagy díj pontok lebontása. Ebben a menüben le tudjuk nézni, hogy nekünk mennyi a pontlimitünk, és hogy eddig mennyit szedtünk össze. Ez egy baromi hasznos dolog, mert így legalább az emberek is látják, hogy mi alapján kapnak pontot, mi alapján nem. Itt van a Hold újéves eventből lehozott zseton. Azóta mennyit vásároltam, csapathoz csatlakozás, napi bevétel és a beugró feladatok. A napi bevétel ugye, hogy minden nap kapunk 100 zsetont, azt hiszem, plusz még volt valami 1000 zseton is, azt nem vágom miért. És akkor itt meg tudom nézni, hogy igen, én ennyit váltottam be, és még ennyi maradt a profilomon. Ez egy tök jó dolog, hasznos, rossz van nem lehet az embernek, viszont azért mégis akadt egy kis hiba ebbe az egészbe. Itt van a Hold újév zsetom, és ide rákattintok. Jó, itt a vásárs hozzá be, bocsánat. Ha ide rákattintok, levezeti itt is, hogy a Hold újévben miért kaptam mennyi zsetont. Ami eddig oké. Viszont itt van a napi részvétel. Itt valamiért a Grand Prix-nak a dátumát ír, és a Grand Prix-t mutatja. És nem vágom. Ja igen, itt van. Valamiért, tehát itt azt írja, hogy Hold új év, de mégis a Grand Prix-nak a fasságait hozza be. És nem vágom miért. Igen, itt az eddigi vásárlások, ez jól működik. Csapatcsatlakozás. Itt is a Grand Prix-t hozza be. Napira részvétel. Itt is a Grand Prix-t hozza be. Tehát igazából ez sem működik normálisan, de van. Képzeljük el, hogy jók ezek a számok. Ami engem szemet szúrt, hogy itt azt ír, hogy maradék zsetonok a nagy díjhoz 5245 zseton. Tehát ez azt jelenti, hogy én ennyit hozok át, vagy hoztam át a Hold új évből a Grand Prix-ba. Ugye? Na most akkor azt mondja meg nekem, hogy itt nekem miért 4023 van? Hova a faszba tűn nekem 1000 zsetonom, ami, ha úgy veszem, közel 10 euró értékű zseton. Az úgy eltűnt. És nem tudom hol van, hogyan vagy, hogy hova. Persze itt például, itt ugyanúgy az összes beváltott, az megvan 19.800. Viszont akkor itt mi a faszért van ennyi? Tehát nem vágom, lehet, hogy amúgy jó ez a szám itt, csak akkor itt miért ennyi? Bocsánat, a másik menünél. Tehát nem értem, nem vágok. Jó volt ez az ötlet, késő jött, és még itt ez se hibátlan. Tehát értitek mi a problémám, de mint ahogy mondtam, a szándék a lényeg. Ez még a kisebbik probléma, bár nem vágom tényleg hol van az az 1000 zsetonom. Nem tudom, megadóztatott a Steam, fogalma sincs. Úgyhogy ja, ez van. Ugyanezen a napon, július 4-én történt az az eset, hogy a korgikat megelőzte a Harer. Jó, most akkor jött a kérdés, hogy Levente, te mi a faszért foglalkozol ilyesmivel? Nem kurva mindegy, neked ki nyer, amúgy is korgiba voltál, te nyertél. Nem egészen. Tudod miért, barátom? Azért, mert megvolt ez a verseny, ez megvolt bundázva. Kétszer nyertek a nyulak. Nem bánom,
nem is ez zavar engem, mert jó, tegyük fel, tényleg nem volt jó a kovakinek, stb. Viszont készítettem egy képet, ahol konkrétan a nyulak 3318 kilométerrel mentek, sőt még több videót is készítettem erről az esetről. Volt olyan, hogy több mint 10.000-rel mentek, több mint 10.000 kilométerrel, ezt kiemelem. Ez a 3000-es kilométeres témát, ezt július 4-én fél öt körül csináltam a képszerkesztő szerint. A 10.000 kilométeres dolog, ha nem tévedek, az július 5-e lesz, vagy július 3-a, mindjárt megmondom. Na, július 3-án volt az eset, igen. Tehát július 3-án, megint ugye a nyurak nyertek, és több mint 10.000 kilométer. Ezt azért emelem ki, mert belegondoltok, itt van ez a csapat, itt van a korgi. A korgik zsinórban nyernek háromszor, nagyjából 2000-3000 kilométerrel. És így mind nagyon jól tudjuk, hogy a korgi a legaktívabb csapat, mert ebben van a legtöbb ember. És ők ezzel az erővel csinálnak 2000-3000 kilométereket. Akkor nekem azt mondja meg valaki, ha Steam tényleg nem csinált semmit ebben a versenyben, nem manipulált semmit, akkor hogy a bűnös faszba hozta össze a Hare azt a 13.000 kilométert egy nap alatt? Úgy, hogy ők konkrétan fasz se csináltak, tehát nem tudtak utolérni a többi napon. Érdekes módon ezen a napon megszállta őket a Szentlélek, és 13.000 kilométert összehoztak. Következő napon pedig 4.000-et, és mi ennél jóval kevesebbet, talán valami 2-3.000-et, nem sokat hoztak. Hogyan csinálták ezt? És nem tudom, hogy hogyan, és voltak nagyon érdekes dolgok ezzel kapcsolatban, tehát volt olyan is, hogy hirtelen a teknősök indultak meg, és mi szoptunk. Volt olyan, hogy eltűntek a különböző csapatoknak a távolságai, valamikor nekünk tűnt el, és több lett a Harénak vagy a teknősek, nem tudom. Vannak videók, azokat majd bevágom ezzel kapcsolatban, és nem tudom, hogy hogyan. Nincs is olyan képesség, hogy ellopod másnak a távolságát, mert a boost mennyiséget lopod el, és nem a távot. Tehát ne, az nem lehetett. Tehát akkor most vagy valaki, vagy valamit nagyon elbasztak ott a Steamnél, vagy valaki manipulált azzal, hogy a többi csapat is nyerjen. És én az utóbbira gondolok, mert kétlem, hogy ezt nem vették észre a Steamnél, hogy ilyen van. Valószínű amúgy az volt a fejükben így július elején, hogy jó, oké, próbáljuk meg azt csinálni, hogy csinálunk egy olyan versenyt, ahol mondjuk a többi csapatnak még van esélye nyerni, és akkor az úgy jó lesz, meg minden. Csak a probléma az volt, hogy mint ahogy már mondtam, hogyha nem mi nyerünk, mert nekünk kéne nyerni, mert ugye értelemszerűen ez így igazságos. Mi vagyunk a legaktívabb csapat, ergo a szabályok szerint is mi játszunk, nekünk kell nyerni. És megint az volt, hogy megint kétszer nem mi nyertünk, megint konkrétan 200 embernek bukó volt az ingyen játék, mert a Steam azt mondta. Aztán utána meg már hagyták az egészet, tehát hogy július 4-e után már szerintem hagyták az egészet a francba. Nyulak sehol nem voltak, egyedül csak a teknősök. Érdekes módon a kakadók is elég jól feljöttek, tehát nem is értettem most ezt az egészet, de hagyták utána. Szóval így a vége fele már eléggé nem volt fel az az egész, és én úgy gondolom, hogy be is csalták az egészet. A probléma az volt ezzel az egésszel, hogy ugye a Steamnek lehet tényleg az volt a cél, hogy mindenkit nagyjából egyelően hozzon ki, de ugye aztán elbaszták az egészet, hogy a korgiba került minden ember, aztán picit hamarabb kellett volna gondolkozniuk. És mondjuk egy olyan opción is, hogyha valamelyik csapat nagyon elhúzna, akkor ne ilyen idióta megoldással próbálkozzanak, hanem mondjuk építettek volna be egy olyan mechanikát a versenybe, hogy mit tudom én, a többi csapat mondjuk több boostot kap. És akkor van, nagyjából van esélykiegyenlítés, de végül is az első csapat se szopik nagyon, mivel hogyha ott is tényleg nagyon sok játékos van, akkor is még megvan nekik az előnyük, és viszont egy időn túl meg már a gyengébb csapatok is fel tudnak jönni. Tehát ez így szerintem így fair lett volna, de
De nem, helyette így elbaszták. Valószínűleg a Steam egy nagyon fasza nyári játékot akar csinálni, mert ugye hát köztudottan az Epic Games-nek a nyomására hozták ezt az ingyenes játékos témát valószínű, és akartak egy nagyon fasza Steam-es játékot csinálni, mivel megmozgatják a Steam felhasználókat. Mint ahogy már mondtam az előző videóban, ez egy baromi alapötlet lett volna, ha normálisan meg van magyarázva, és nincs túl bonyolítva feleslegesen az egész, és gondolnak a legtöbb kiskapura. Arról nem is beszélve, hogy az event alatt rengeteg technikai nehézség volt, köztük ugye, hogy a bolt, vagy hát az áruház nem bírt normálisan betölteni, community tab is gyakran fos volt, valamikor a profilokat nem lehetett szerkeszteni. Mostanság már olyat csinál a Steam, hogy rohadt nehezen csatlakozik fel a baráti rendszerre, és a barátokat nem látod egyszerűen, és offline-nak ír. Ezt mostanában állam nagyon gyakran csinálja. Eléggé kaotikus ott a helyzet. Én azt mondom, hogy ugye a végére, hogy a Steam Grand Prix egy nagyon jónak induló valami lett volna. Valószínű, hogy ennek az egésznek korán sincs vége. Abban a szempontból sem, ugye, mint ahogy már mondtam az Epic-et, hogy ők egyre jobban jönnek fel a piacon, ugye egyre agresszívabban. A Steam ettől eléggé tart és megpróbál azért visszahozni az ő táborát, mert köztudottan a Steam felhasználók száma egyre jobban csökken az aktív felhasználók száma. Köszönhetően a Steamnek a balfasságainak, mint például eznek is, de az Epicnek is ugyanúgy köszönhető. Félre ne értsétek, én megmondom az őszintét, hogy én valamilyen szinten Steam párti vagyok, de nem ítélem el teljes mértékben az Epicet sem. Mind a két platformnak vannak hátrányai is, úgyhogy egyáltalán azt mondom, hogy a Steam sokkal jobb lenne. Elég csak megnézni ezt az eventet, és elég megnézni a mostanában lévő fasságokat, mi tud működni egyáltalán, és gyakran persze lehet lépni normálisan, úgyhogy eléggé el van bassza ez az egész. Én remélem, hogy a Steam valahogy a fejébe fog nézni egy picit, és gondolkozni fog, hogy mit kéne csinálniuk ezen a ponton. Szerintem, hogyha a Halloween eventet is nagyon elbasszák, akkor valószínű, hogy már el fognak gondolkozni, hogy most igen, itt kéne valamit másképp csinálni, srácok, mert nem lesz jó. Úgyhogy ennyi is lett volna. Hát remélem, hogy tényleg a Steam változni fog. Ez az event nem volt egyáltalán jó, és fair sem. Úgyhogy remélem, hogy a jövőben ennél már csak jobb lesz. Szerintem ennél tényleg rosszabbat nem lehet csinálni, de remélem nem kell engem meghazudtolni. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb. Remélem várjátok majd. Sziasztok!